igazán drámai mérkőzés volt. Megmondom őszintén, hogy én még a második félidő elején egy fabatkát adtam volna a továbbjutásért, de a csapat és Mázsi bízott Balmazújvárosban. Sí, sin ninguna duda, este equipo no es que te da la confianza mía. Az egész mérkőzésen hittünk magunkban, amelynek az utolsó pillanatokban meglett az eredménye. Igazi kupa mérkőzés volt itt Balmazújvároson, de mondhatom azt, hogy változott is. Tehát mindkét találkozón érződött az, hogy nagy a tét, és igazi kupa találkozókról van szó. Igen, a két mérkőzés alapján azt kell mondanom, hogy a két meccs utolsó, mondhatom, hogy 10 percével vesztettük ezt a továbbjutást, hiszen a hazai pályán 3 perc a végét, meg 7 gólos előnyben voltunk, ebből lett, sikerült összehoznunk 4 gólt. Itt is megvolt a lehetőség, hiszen 2,5 perccel a vége előtt vezetünk, tehát összesítésben 3 góllal jobbak voltunk. Én úgy gondolom, hogy egy rutinos csapatnak, rutinos játékosok, hiszen olyan sorra voltuk a pályán, ezt le kell húzni, ezt az előnyt. A végén azt gondolom, hogy ha egyelően akarták volna, akkor az ott is hetes volt, meg itt is hetes. Én azt gondolom, hogy itt a végén azért ez egy kicsit érdekes ítélet volt az én szemszögemből. Ettől függetlenül azt kell mondjam, hogy saját magunknak köszönhetjük ezt a kiesést, így fogalmazzak. 0-3-mal kezdtük a második játékrészt, ezt követően viszont védekezést váltott a csapat, ez ennyire nagy húzás volt? A második félidő elején nem sikerült megvalósítani a terveinket, de az utolsó 15 percben a nyitott védekezésünk megzavarta a várciakat. Nem minden nap vannak a játékosok ilyen drámai szituációban, hogyan lehet ezt feldolgozni mentálisan? Én úgy gondolom, hogy most egy jó szériában voltunk eddig a mérkőzésig, jó meccset játszottunk a Csurga otthon, nyertünk, elmentünk Balatonfüredre, végigküzdöttük 60 percet, ott is jól dolgoztunk, a hazai mérkőzésen is jól játszottunk 50-55 percig, inkább a probléma az, hogy ezt hosszabb távon most biztos újra kell építeni a fiúkat, hiszen fontos volt nekünk is, hogy továbbjussunk, ez nem sikerült. Kedden elmegyünk Szegedre, ott még megmérkőzünk a Szeged, és van másfél hetünk, hogy fölkészüljünk a Gyöngyösre. Én úgy gondolom, hogy mind a két csapat számára a bajnoksága fontos, természetesen olyan szempontból jó lett volna, hiszen azt tudjuk, hogy ez egy pénzdíjas verseny. Biztos, hogy mindenkinek jól esett volna, hogyha egy nagyobb célért küzdünk a végén. Én azt gondolom, hogy magunknak köszönhetjük ezt. A Balázs Sándor beállítása a második félidőben is nagyon jó húzásnak bizonyult, és igazi vezéregyéniség volt. Balázs Sasa igazi csapatkapitányhoz méltóan vezéregyénisége volt a csapatnak. Ez a győzelem nagyon bizalmat adhat a csapatnak? A Váci vereségünk természetesen nem azt jelentette, hogy nem juthatunk be a döntőbe. Videóztunk, próbáltunk tanulni az ottani hibákból, melyeket sikerült is orvosolni, és sikerült feljutni a fináléba. A Liga Kupa most egy új sorozat Magyarországon, így utólag, miután kiestek, hogyan értékeli ezt a sorozatot? Eléri a célját? Hát úgy gondolom, hogy akkor érné a célját, hogyha minden, mint a futballban is, minden csapatnak olyan kerete lenne, ahol tud olyan játékosokat pályára küldeni, akik fiatalok, de azért az látni kell, hogy ezt nagyon kevés csapat engedheti meg magának. Azok a csapatok, akik Nemzetközi Kupába indultak, nem indultak ebben a sorozatban. Én azt gondolom, hogy így is sűrű a versenynaptárunk, nagyon nehéz volt beilleszteni ezeket a mérkőzéseket. Még januárban még azt gondolom, hogy ezek a Liga Kupa meccsek jók voltak edzőmérkőzésnek, viszont itt a bajnoki szezonban egy ilyen kerettel 14 játékosra jöttünk, hiszen volt sérültünk, de 14 játékos a szerda-szombat ritmusban végigjátszott egy bajnokságot, szerintem ez nagyon nehéz, és még így is le kell játszanunk két mérkőzést a harmadik helyért, és nem tudom, hogy ezt hova fogjuk tudni beilleszteni. Van egy hét, hogy a csapat feldolgozza ezt a drámát. Sikerül majd mentálisan is megfelelően felkészíteni a csapatot az egri bajnoki találkozóra? Minden győzelem önbizalmat ad nekünk, de most a bajnoki találkozókra kell koncentrálnunk. We'll be right back.